oskolának nevelkedésére egész erőmmel, tehetségemmel, jó lélekkel vigyázok. A karcagi fiú iskola rektora, tanítója, igazgatója 1782-ben ezzel a mondattal is esküdött arra, hogy legjobb tudása szerint fogja gyakorolni hivatását. A gazdaház negyedik éve működik, és harmadik éve rendez helytörténeti, helyismereti előadássorozatot. Az idei első előadást Éliás János, a Református Gimnázium gyakorló tanára, helytörténész tartotta a református fiúiskola történetéről. Az van a köztudatunkban, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 1676 óta van Karcagon fiú iskolai oktatás, de ugye a valóság más képet mutat. Ugyebár hármas tagolású a partikulák és az anyaiskola, a debreceni anyaiskola kapcsolata. Tanerőt ugye a kollégiumtól kapták, tehát felsőbb éves diák jött le az egyes rektóriára, például Karcagra is. Ugye a tananyag, törvények, nevelési elvek megegyeztek az anyaiskoláival, illetve ugye az anyaiskolában folytathatták később a tanulmányokat. Ez a hármas kapcsolat jellemezte 18. században a partikuláris iskolákat. Ugye együttműködtek az egyházközséggel, várossal, illetve ugye nagyon fontos szerepet szeretnék tulajdonítani az iskolai anyakönyv anyakönyvre. 1722 óta tartalmaz adatokat, ez most a Szolnoki levéltárban van. A karcagi iskolai anyakönyv már csak azért is példátlan a maga nemében, mert nagyon kevés olyan iskola van, amely elmondhatja magáról, hogy anyakönyve a 18. század elejéről származik. Ebből megtudható, hogy honnan, milyen településről, milyen családi környezetből érkeztek a diákok a karcagi fiúiskolába, kik tanították őket. A gazdaház további előadásairól annak közösségi oldalán találnak minden fontos dátumot.